Bár a nap szépen süt, de ennél kedvező fordulat nincs már életében, hiszen a várt bértárgyalások még nem zárulnak eredménnyel, odáig jutottunk, hogy levélváltások zajlanak a tulajdonos, a minisztérium, a SZASZET és a MÁV között annak érdekében, hogy a már mindenki által oly ismert 400%-os keresetfejlesztés létrejöhessen. Itt megint csak reménykedni tudunk abban, hogy még e hónap vagy jövő hónap közepéig ebben a dologban eredményt tudunk elérni, amely fogadható lesz, és nem kell utána túl keserű szájízzel tölteni a napjainkat. Ezen túlmenően, mert tudom, hogy a legfontosabb a bér, egy-két pozitív dolog is történt, hiszen a 100-as vonal feljutásával kapcsolatban több embernek a munkahelye látszott veszélyben, hiszen a korszerűsített állomásokon értelemszerűen csökkentett létszámú szolgálatra van szükség. Ezért szakszetünk egyeztetést kezdeményezett a Debreceni Igazgatóságon, amely eredményhez zárult. Az előkészült emlékeztető a honlapunkon majd olvasható lesz. Egy a lényeg, hogy 2015-ig sem szolgálattevőt, sem váltókezelőt nem fenyeget a munkáltató részéről történő, a munkáltatói érdekkörében felnőttekből való elbocsátás réme. Azt gondolom, hogy a mai világunkban ez nem mondható kevésnek. Elég sok gond van az orvosi vizsgálatokkal is, hiszen tudjátok, hogy sor munkakörnél ugye a hatósági orvosi vizsgálat szükséges annak betöltéséhez. És bizony, ismerve a magyar polgároknak az általános egészségi állapotát, bizony sokszor kell olyan emberrel, olyan taggal, vasutassal találkoznunk, akik alkalmatlanná váltak a munkakör betöltésére, és nekik másik álláshelyet találni meglehetősen nehéz. Épp ezért kértük a KHT vezetését, hogy a vonatkozó jogszabályt igyekezzenek rugalmasan kezelni, természetesen nem arra célozva, hogy aki valóban alkalmatlan, és akár magát, akár a környezetét ezáltal a munkája során veszélyeztetné, azt továbbra is maradhasson ebben a munkakörbe, hanem mit tudom én, aki például már 25 éve csökkent látótérrel dolgozik, azért a továbbiakban is ezt a munkakörét betölthesse. Erre az igazgató ígéretet tett, hogy ahogy eddig is igyekszik a munkatársait arra ösztönözni, hogy a vizsgálatok során a munkakörülményeket értelemszerűen jó ismerve, hát ha úgy tetszik, bizonyos tekintetben ne a jogszabály szigorát alkalmazzák. Azt remélem, hogy ezzel jó pár munkavállalónknak könnyül a helyzete az esedékes orvosi vizsgálatok során. Ezen túl is kértük a KHT vezetését, hogy legyen segítségünkre abban, hogy élhessünk a törvényi lehetőséggel, már elég szűk ez a lehetőség, miszerint is, ugye aki oly munkakörben dolgozik, ahol az egészség veszélyeztetett, illetve egyéb veszélyeknek van kitéve, ott a csökkentett munkaidő továbbra is rendelkezésre áll. Ezügyben a MÁV vezérigazgatója már korábban levélben kereste meg egyességünk alapján a KHT vezetését, akik folytattak is ezügyben már előzetes vizsgálódást, és abban maradtunk, hogy pár munkakör tekintetében ez a folyamat felgyorsul, így értelemszerűen a mozdulatok vonatkozásában a kocsirendezőknél vagy egyvizsgálóknál, tehát azokban a munkakörökben,
amelyek ugye korábban tengelyen töltött időnek számítottak, és most is annak számítanak. És azon túl pedig talán, ha egyáltalán ez a folyamat elindul, és sikerül ezekben a munkakörökben elérnünk azt, hogy a munkaidő ismét mérséklődjön, akkor ezt tovább lehet gombolítani, ezt a fonalat, és például a kocsivizsgálók esetén, a kocsivizsgálókra is kiterjeszteni. Most csak egy példát mondtam, a sok pályamunkásokra, kocsivizsgálókra, akik viszont ugye a külső körülmények hatásai miatt bizony meglehetősen mostoha körülmények között végzik a munkájukat. A startnál egy kis érdekegyeztető tanácskozás volt pénteken. Ennek eredményeképpen megegyeztünk abban, hogy a kocsivizsgálóknál a 4000 forintos eddig fizetett kiegészítés, ami alapbérként viselkedik, ezében is megmarad. Egyességre jutottunk abban is, hogy a korábbi, mint már júliusban általunk kezdeményezett kollektív munkaügyi vita eredménye 2014 évre is hat, tehát azokban a munkakörökben, amik akkor ott fölöttek sorolva, ugyanaz a úgy tetszik, fél évente fizetett jutalmazásnak hívható keret rendelkezésre áll. Ennek a bővítésében, és az összegében, és a munkaerő bővítésében egyességre nem tudtuk jutni. Egy szándéknyilatkozattal tudtuk erősíteni a megalapodást, miszerint is a munkáltató ki fog dolgozni velünk egyeztetetten egy olyan rendszert, ami okán a vezénylői munkakörben lévőknél is megnyílik a mód egyfajta ösztönző rendszer alkalmazására. Szóba került még a hajtózárás mizéria, hiszen ismert, hogy gyakorlatilag a jelenlegi szabályozás kiszolgáltatottá teszi a jegyvizsgálót, mivel tulajdonképpen leszámítva az automatizáltan záródó és egyfajta önellenőrzéssel is biztosított szerelvényeket, nem tudja a jegyvizsgáló teljes bizonsággal garantálnia, még önmaga felé sem azt, hogy a vonat elindulásakor az összes kocsi ajtaja zárt-e. És bizony, ha valaki a nyitott ajtó miatt balesetet szenved, a jegyvizsgáló óvatatlanul a felelősség célkeresztjébe kerül, ahogy eddig a bírósági gyakorlat mutatja, és mindannyiszor marasztalva is volt, és lesz is. Tehát mindenképpen fontos az, hogy a valósághoz tudjuk igazítani, akár a kollektív szerződésben erre vonatkozó részt, akár a MÁV-nak az utasításait, illetőleg az F2-est is megfelelően tudjuk módosítatni. Ebben a munkáltató azt ígérte, még a héten konzultációt fogunk folytatni.